Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az Úr legyen veletek. Isten a meglepetések Istene, még a kételkedés, a hitetlenség falait is át tudja olykor törni. És megtörténik a megtestesülés titka Isten megelőző szeretetéből. Szépek ezek az adventi misék, ahogyan megyünk bele a titokba, a születés titkába. A Szent Misét meghalt Erzsébetért ajánlom fel. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szepőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, estideket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsásson meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Kyrie eleison, szentek fényessége, menj neki kessége, Uram, irgalmazz mi nekünk, Kriszte eleison. Istennek szent fia, Mária magzatja, Krisztus kegyelmez mi nekünk. Kyrie eleison. Jöjj el már, látogass minket, tisztítsd meg bűntől lelkünket, Uram, irgalmazz mi nekünk. Könyörögjünk. Végtelen fölségű Istenünk, a te kimondhatatlan igédet az angyali üdvözletkor a szeplőtelen Szűz befogadta, és így az Istenség otthonává lett, a Szentlélek fényével betelve. Engedd kérünk, hogy példáját követve alázottal vállaljuk szent akaratod teljesítését, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten
mindörökkön örökké. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. A választott nép szorongatott napjaiban Izaiás próféta által így szólt az Úr Aház királyhoz. Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélységeiből, akár felülről a magasból. De Aház így válaszolt. Nem kérek jelet, és nem kísértem az Urat. Erre Izaiás próféta azt mondta. Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet, íme a szűzfogan, fiút szül, és Emmanuelnek nevezi, ami annyit jelent, velünk az Isten. Ez az Isten igéje. Urunk Istenünk érkezik, ő a dicsőség királya. Urunk Istenünk érkezik, ő a dicsőség királya. Az Úré a föld és minden, ami betölti, a föld kerekség és minden lakója. Alapjait ő ágyazta tengerek mélyébe, s a vizek árján ő tartja szilárdan. Urunk Istenünk érkezik, ő a dicsőség királya. Kimehet föl az Úr hegyére, kiállhat meg az ő szent helyén. Aki ártatlan kezű, tiszta szívű, akinek az esze nem jár csaláson. Urunk Istenünk érkezik, ő a dicsőség királya. Az nyer áldást az Úrtól, és megigazulást üdvözítő Istenétől. Ez az Isten keresők népe, amely arcát kutatja Jákob Istenének. Urunk Istenünk érkezik, ő a dicsőség királya. Alleluja, 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 alleluja. Dávid kulcsa, te megnyitod az örök ország ajtaját, jöjj hoz ki sötét börtönükből a bűnök rabjait. Alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. 6 hónappal keresztelő János születésének hírüladása után Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt. Üdvözlégy kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta. Ne félj, Mária, hisz kegyelmet találtál Istennél, mert íme gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt, hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek. Az angyal ezt válaszolta neki, a Szentlélek száll le rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled születik, Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt már a 6. hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek.
Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, beszéltünk róla már, hogy a liturgia december 17-ével az ige liturgia szövegeiben belesodor bennünket karácsony titkába. Éppen valahol olvastam egy kis irományt, hogy alternatív karácsonyt fogunk-e ünnepelni. Azt gondolom, hogy akik végigjárjuk itten az adventi ige liturgiának a szövegeit, azok nem alternatív karácsonyt fognak ünnepelni, hanem karácsonyt. Olyan szép a héten, ugye a hétfőn olvastuk a jeremiási jövendőlést, hogy Dávid sarja lesz az király, aki Dávidnak a trónjára fog ülni. Aztán olvastuk tovább, József álmában intést kap, ne félj feleségül venni Máriát, a Szentlélektől van áldott állapotban. Akkor tegnap egy picikét kizökkentünk, az első olvasmányban Sámson születéséről hallunk, mind a kettő szülő élteskorú, nem remélhették már a gyermeket, és a szépen mondja az édesanya, mikor megszületik fia, a Nazír, hogy Isten elvette a szégyenemet, nem azt mondta, terhes lettem. Aztán tegnap József felől néztük, lehet, hogy most összekeverem, a megtestesülés titkát, és évet egy nap Zakariásnál ugye a templomi látomás, hogy a fiat fog születni, és a mai napon eljutunk egy következő fázisba, a megtestesülés titkát követően. Az első Ákász királynak a furcsa magatartása, hogy a kételkedő ember kételjeink keresztül is tud az Isten szólni, és Mária teljes kitárulkozása a megtestesülés titka fele. Picikét nézzük tovább a titkot. Az első olvasmány. 700 körül vagyunk, Ákász még trónon van, tehát Dávid családjának a fináléja, és Ákász borzasztóan fél a perzsáktól, a 7. fejezetben vagyunk Izaiásnál, Izaiás könyve átöleli a fogságból való elhurcolást, a fogságból létet és a fogságból való szabad létet, a templom építését is. Most itt az elején vagyunk, még a babiloniak nem hurcolták el a zsidókat, de Ákász fél. És mindenféle manipuláció, politikai ilyen ügyeskedésre támaszkodik. És a félelmében a próféta vigasztalni akarja, hogy Ákász, Isten veled van, ne féljé, kérj jelet. És akkor Ákász egy ilyen álszent szöveggel utasítja vissza, valójában a hitetlenségéről tesz tanúságot, nem kérek jelet, én nem kísértem az Urat. És megy tovább a saját feje után, nem törődve az Istennel. És Isten ennek a szerencsétlen Ákásznak, egy gyönge jellemű ember, hitetlenségét, áll alázatosságba öltöztetett hitetlenségét nem veszi tudomásul. És jelet ad Ákáznak a próféta által. Azt mondja, halljátok hát Dávid háza,
Nem elég nektek, hogy próbára tesztek az emberek türelmét, míg az én türelmemet is próbára teszitek. Ezért az Úr maga ad nektek jelet. Íme a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezik, ami annyit jelent, velünk az Isten. Az önfejű Ákász, aki az ő politikájával, hatalmi játékaival jobban bízik, mint Istenben, Isten mégis áttöri ezt a falat, és azt mondja, jelet kapsz. Íme a szűz fiat fogan, és Emmánuelnek fogják hívni. Biblikusoknak kedves csemegéje, most nem akarok belemenni, ez a mondat. Tény az, hogy Ákász, aki hűtlen az Istenhez, Isten hűségét tapasztalhatja meg, mert meg fog születni a gyermek, akit Emmánuelnek fognak hívni. Isten az ember álhatatlansága ellenére is álhatatosan szereti az embert. Ez a jelképes név az Emmánuel. Isten, ami hűtlenségeink ellenére is tud hűséges lenni hozzánk. Megszégyenítő az ember számára Isten alázata, és mégis ebből az alázatból élünk. Isten, ami hűtlenségeink, álszentségeink ellenére is hűséges hozzánk. Ő az Emmánuel, a szüntelen velünk lévő Isten. Amikor félelmek, aggodalmak szállnak meg bennünket, szabad ezt az Emmánuel Istent látni magunk előtt. Az angyali üdvözlet egészen más helyzet. Tegnap is Lukástól hallottuk az evangéliumot, ugye Zakariás megkapja ugyancsak angyalon keresztül a hírt, hogy gyermeket fog születni az érteskorú Erzsébettől. És most 6 hónap már eltelt az akkori angyali üzenet óta, és most Máriának jelenik meg ugyanez az angyal. És az angyal kimondja a, ilyen csúnya szót hadd használják, a differencia specifikát, hogy keresztelő Jánoshoz képest egészen új, ami most történik Márián keresztül. Jánost anyja méhében tölti be a Szentlélek. Mária méhében az új élet a Szentlélektől fogantatik. Angyal azt mondja Jánostól, nagy lesz ő. Jézusról mit mond? Ő a magasságbeli fia. Isten neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralmának nem lesz vége soha. Olyan szép, ahogyan víz bele bennünket a liturgia, közelít, ugye Sámsonon keresztül, a Dávid sarján keresztül, a Zakariás, illetve János születésén át a megtestesülés titkába, ki az a Jézus, akit várunk. Ugye az alternatív karácsonyban már nincsen Jézus. A bazilikát használják háttérnek, és bazilika vásár az van. De Jézus már nincsen. Valakivel beszéltem a bazilika vásárban, a mammonnak, hódolnak, kiszedik az emberek zsebéből a pénzt. A bazilika a kulissza. Hát körülbelül ennyi történik, ez alternatív karácsony. Ha az ige liturgia vezetésében benne leszünk így a hét folyamán,
egyre inkább mélyül bennünk a nem alternatív karácsony titka. Mi is a karácsony? Kit is ünneplünk? Nem valakit, aki nagy lesz, hanem aki a magasságbeli fia, fogantatott a Szentlélektől. Amen. Testvéreim, szűzanyán közbenjárását kérve forduljunk mennyei atyánkhoz. Addurunk, hogy mi is a szűzanya bizalmával hagyatkozzunk a te gondviselésedre. Kérünk téged, hallgass meg. Engedd, Urunk, hogy miként a szűzanya, úgy mi is Krisztus hordozók legyünk a világban. Kérünk téged. Add, Urunk, hogy krisztusi küldetésünkben álljon mellettünk szűzanyánk, a jó tanács anyja. Kérünk téged. Add, Urunk, hogy apostoli fáradozásaink közben töltsön el minket a Szentlélek ereje és vigasztalása. Kérünk téged. Halottainknak pedig minden buzgolkodásaként add bőséges jutalmadat. Kérünk téged. Urunk Istenünk, te bőségesen adott kegyelmedet mindazoknak, akik kitárják előtted szívüket. Add, hogy soha ne zárkózzunk el, hanem kegyelmedet befogadva tegyünk róla tanúságot az emberek előtt. Krisztus, ami Urunk által. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. A bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részesedett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen Isten mindenki. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket és legyen kedves színed előtt áldozatunk. Mosd le, Uram, bűneinket, és vétkeimtől tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a ti áldozatotok kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk, tekints az egyetlen áldozatra, hogy annak misztériumából részesedve elnyerhessük az üdvösséget, amelyben hiszünk, és amelyet reménykedve várunk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten Krisztus által. Őt előre hirdette a próféták szózata. Kimondhatatlan szeretettel hordozta a szűzanya.
az ő közelettét jelezte keresztelő János, majd bizonyságot tett arról, hogy már hozzánk érkezett. Ő megadja nekünk, hogy születésének ünnepét örvendezve várjuk, így imádságban vírasztva, dicséretében újjongva találjon minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent Valam, Szent Valam, Szent Valam, Szent Valam, Istenem, dicsőséget megjön ki a mennyel és a földben, valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent élek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László és Tibor püspökeinkkel, valamint az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, remete szent Pállal, boldog Özséb atyánkkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Élekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség,
mindörökkön örökké. Amen. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünké lett. Ezért merünk így imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is meg az ellenünk vétkezőnknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és megváltónknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét, és őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, kész és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást nyertek a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére. Krisztus teste és vére.
az angyal így szólt Máriához, íme méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Könyörögjünk! Urunk, védelmezd azokat isteni oltalmaddal, akiket mennyei adományaiddal táplálsz, hogy misztériumodban részesedve igaz békességnek örvendjünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Ó fényességes szép hajnal, így köszöntött az angyal. Üdvözli teljes halasszal, dicsőséges Szűz Mária, Atya Istennek szép lánya, és Szent Lélek megmátkája. Te hozzád küldetett mennyből Szent Gábor angyal követül, Istennek rendeléséből. Szentséges Szűz fiad leszel, ki Isten s ember lesz egyben. Megmarad szűz hességed,